reggeli személy. Nagy Ervin színész van itt velünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Van egy üzleti ajánlatom, vagy üzletileg is értelmezhető ajánlatom, most gondoljunk egy névre, és arról ne beszéljünk egész beszélgetésünk alatt. Rendben van, kerüljük el, az nincs. Jó, akkor rágondolunk, hello, nem vagy. Úgyhogy akkor bemelegítésként színházról is kérdezhetlek? Legyen az, én már annyira örülnék, hogyha nem politikáról kell beszélni, mert beszéltem már eleget. Igen. Chicago, Szeged. Igen, most egy kicsit meghúzzuk a darabot, most az következik. Tavaly mutattuk ugye be a Chicagót, és az az igazság, hogy ami a tulajdonképpen Covid-ból kijutott nekünk, még az utó-Covid-ból, szerintem nagyon sok szereplőnket sajnos elkapta fő próba héten, és így bugdácsolva, beugorva, szóval egy ilyen nagyon-nagyon nehezen kivitelezett premier volt, és azért nem volt idő arra, hogy tulajdonképpen arányaiba egy kicsit a darabot meghúzzuk, és 3,5 óra volt, és most idén nyáron szerintem egy kicsit rövidítettebb verzióval állunk a közönség elé, úgyhogy hát változni fog. Hogy kicsit tempó, molt a tempó. Igen, úgyhogy most ez a nyár, imádom egyébként a Szegedi Szabadtérit, hát a kollégáimat ezt of course természetesen, de egyébként a szegedi város hangulatnál én nem egyetlen hely, ahol tulajdonképpen el tudnám képzelni az életemet, a Szeged vidéken. Oda nagyon szívesen költöznék. Az jó, mert Szeged nekem is a nagy kedvencem. Más a levegő, olyan, mint hogy tényleg egy... Mindig azt érzem, amikor belépek oda, hogy és nem, tehát, hogy nyilván lehetne abban hosszan menni, vagy beszélni, hogy mitől van az, hogy ennek a városnak ilyen levegője tud lenni, és igen, a Botka, a polgármester régóta. Egyetemi város, és ott tényleg, aztán majd belekanyarodhatunk nyilván mindenfajtaféle témába, de az, hogy felvilágosult emberek lakják, és külföldiek, és itt nem lehet elhitetni az emberekkel, hogy aki külföldi, az csúnya, idejön, és csak rosszat akar. Valami elképesztő európai szellemiség átlengi, és azt érzed, hogy az idősek se öregszenek meg, ott vannak a köztereken, ott vannak a vendéglátóipari egységeken, tehát olyan, mintha őket is így valahogy ifjan tartaná ez a fiatal kultúra. Én mindig azt érzem, hogy na így kéne élni Magyarországon, amikor oda beteszem a lábamat. Van egy kis mediterrán hangulat a Szegednek, ami biztos jó tesz egy városnak, meg persze az is más, hogy ott vagyunk egész évben, vagy néhány napig, néhány hétig. Nyilvánvalóan így könnyű innen beszélni. Turistának is jó lenni. Meg október 30-án, amikor tényleg este 8 óra van és kedd, akkor nem biztos, hogy ugyanezt mondanám, hanem hogy tényleg még a villanyfénynél az emberek még röplabdáznak a közstrandon, ahova nem kell belépőt fizetni. Úgy éreztem teljesen magamat, mint gyerekkoromban a Dunaújvárosi strandon. Hát és az is nagyon szimpatikus számomra, hogy mondjuk felszállok egy villamosra, nekem ezt értem le, hogy mennyire egyszerűen lehet csinálni, és mindig szenvedek ebben, hogy most akkor applikáció, nem applikáció, jegyet akarok venni, hol van az első automata. Felszálltam a villamosra, ott volt egy nagyon pici automata, odaérintettem a kártyámat, kaptam egy jegyet, és leültem a helyemre, és azt éreztem, hogy működik egy város, és hogy milyen egyszerűen is lehet ezt csinálni. És mondasz olyat, hogy mökkölt csinálni? A szegedi tájszolás egyáltalán nem jön a számra. Ugye ez a Szegedi Szabadtéribe nekem mindig az a, nem is tudom, furcsa, mert nyilván ez ilyen, hogy olyan messze vagyunk egymástól a színészekkel, és a közben már fizikailag értem, hogy nyilván meg még rövidlátó is vagyok. Szóval, hogy ez annyira más, mint egy hagyományos téli kőszínház, itt csinálni bármit is. Hát, a hangosítás miatt, nyilván egy intimitást az nem lehet úgy elérni, tehát olyan típusú intim pillanatokra azért nem számít az ember. Én imádok fellépni rajta, mert azt érzem, hogy határtalan színészi energiákat lehet mozgatni, és olyan arányokba dolgozni, és olyan fajtaféle eszközöket lehet alkalmazni, és még mindig nem sok, hiszen legalább 50 méterre vagy, amire kőszínházban azt mondod, hogy Jézusom, ez rengeteg, Jézusom, ez túl dinamikus, nem tudom. Szóval, hogy nekem, nyilván azért, mert sportoló voltam, mindig volt egy túlmozgásom egész életemben, mindig azt éreztem a színpadon, hogy még van bennem 3-szor annyi energia, és hogy ezt le kell csitítani, de Szegedi meg azt érzem, hogy az ember így egy eplőszárat bedobhatja, aztán hadd fussanak azok a lovak, és egyébként az nem igaz, hogy az nem igaz, hogy állandóan föl kell rakni a kezed, ha én jövök, mert hogy ez olyan messzeségben, hogy tudja mindenki. Olyan érdekes, hogy mindig azt figyeltem meg, hogy a Mikroport által valahogy a fül, attól, hogy már tudja, hogy ki beszél, valahogy érdekes módon úgy beszűkíti a fókuszt, és egészen pici intim dolgokat is lehet csinálni. Szóval, hogy nem kell itt üvöltözni, óriásiba lenni mindig, szóval, hogy azáltal, hogy hallod az embert mondjuk kristálytisztán, ez olyan, mint amikor nekem azt mondták az operában, mondom, hogy fogom meghallani a hangomat, amikor énekeltem a Varázsfúvolába a Papagénót, és mondom, elég itt jó társaságú egyébként, Polgár László volt, ha jól emlékszem. Így van, Polgár László, Miklós Erkes, szóval, hogy tényleg életem élménye volt, és mondom, de honnan lesz meg a hangom? És azt mondta egy zenész, hogy Ervin, kérdezd meg, hogy hol van a te hangod, és miközben játszik a zenekar, arra a zenészre és arra a hangszerre néz, és a fület ki fogja választani, és tudni fogod. És tényleg így történik. Tehát oda nézel, és oda fókuszál a fület. És egy picit ugyanilyen ez a Szegedi Szabadtér, hogy ahova a színész néz, de képpen beszél, oda be tud egyszerűen fókuszálni minden. Én ezt nagyon megértem egy másik irányból, nagyon rövidlátó vagyok, ha leveszem a szemüvegemet, nem hallom, amit mondanak. Ez néha áldásos. Otthon biztos. Hajaj. Hogy a Chicagóban az olyan bűnbandák harca részben persze, és ha jól emlékszem, az amerikai verzióban egyszer csak az egyik lány megszólal magyarul. Mond egy mondatot, van. És azt Magyarországon például a Madách Színházban, jól emlékszem, lengyelül beszélt, nem tudom ebbe a verzióba itt hogy van. Nem, így azt hiszem román. Nálunk azt hiszem románul beszél. Egy mondat igen, van, ami igen, az amerikai verzióban biztos, hogy magyarul. Én ártatlan. Ezt mondja végig, én ártatlan. Igen, nálunk azt hiszem, ha jól emlékszem, igen, egyébként a Rudolf Péter lánya, ő játsza nálunk. Van bármi aktualizálása egy ilyen darabnak, vagy hát ez egy akkora, ezt úgyis ismeri a közönség, itt már kár ilyenekkel próbálkozni. Szerintem ez, tehát arról, hogy működik a média, ez akkoriban szerintem egy óriási flash volt. Tehát az, hogy valaki rámutat a média hazugságaira, tehát hogy mennyire manipulálható a sajtó által. A közvélemény, kit emelnek föl, kihullik a porba, és hogy ennek milyen iszonyú jelentősége van az újkori társadalmakban, egyetlen a sajtónak. Most már egyszerűen olyan sebességgel történik, és minden nap annyi változás van, és annyira tudjuk már, hogy ez így van, hogy ez revelációval azért szerintem manapság ez nem hat revelációként. Azért azt tudni kell, én láttam, képzeld, ezt a darabot. Egyetlen darabot láttam a Broadwayn, az a Chicago volt. Én is egyetlen darabot láttam a Broadwayn, az a Chicago volt. És tényleg olyan volt. Pedig van több is, van, igen. De ezt látni akartam, hogy ez hogy néz ki, és hát úgy is van kezelve az előadás, mert kicsit, mint egy ilyen múzeum. Tehát, hogy abban az eredeti bofozi koreográfiával, az eredeti rendezésben, és emlékszem, hogy ez fantasztikus élmény volt, hogy tudod, hogy kanyarodik tényleg be, és úgy állnak az emberek a sarkon, hogy még a sarkon túl is ott még van 300 ember, és egyébként meglehetősen poros előadás volt, de ahogy az amerikaiak mondják, hogy ez show. Tehát azért mindenfajtaféle értelmezésben szerintem arra nagyon figyelni kell, hogy itt azért mondjuk 2-3 szám, ami mindenkinek a fülébe benne van, azt nagyon keményen számtól számig el kell érni. Tehát, hogy azért ez a színdarab számomra azért nem egy olyan mélységű problémafeldolgozás, vagy ahogy nagyon érdemes lenne megállni itt 10 percekre és megtárgyalni ezeket a dolgokat. Itt faltól falig, számtól számig menni kell, azért kell tartani egy olyan fajta ritmust, főleg mondjuk szerintem egy Szegedi Szabadtérén, hogy azért ne kókadjon a figyelem, mert hogyha nagyon kiáll és nagyon hosszan elkezdünk arról beszélgetni, hogy milyen problémákat dolgoz fel, akkor ezeknek a színdaraboknak azért a vékonysága a szembetűnő szerintem. Hát nyilván ez egy jó nyári színvonalas szórakozás aztán. Igen, szóval, hogy azért nem kevés, és ezt nagyon jól csinálni az a nem kevés, és nagy sikert elérni. Így is nagyon nagy siker volt, de például azt éreztem, hogy kicsit lehetnénk rövidebbek. mondod, hogy a média meg a sajtó, hát te azért az elmúlt hetekben, hónapokban megtapasztalhattad. Alapost. Tehát, hogy amit jó, nem meglepő, hogy honnan. Meg tudok mit belerakni abba az ügyvédszerepbe, az biztos tapasztalatilag majd a Chicago. Igen. Szóval gondolom, amikor nyíltan kiálltál közéleti kérdésekben, számoltál vele, hogy nem csak elismerő szavakat kapsz, de úgy felmérted, hogy mit zúdítasz magadra? Vagy hát nem kötelező végül is olvasni ezeket a nyomdatermékeket, vagy hallgatni ezeket? Hát a full cunamit azt azért nem mértem fel. Tehát ez azért szerintem most megkaptam a maxot. Hagyjuk be, hol van itt még a fal? Sok van még előtte. Hát azért olyan típusú szerintem művészre, aki mondjuk közérdeklődésre tart számot, és egyébként nem az van, hogy egy marginális ember, aki avval akarja mindenáron kivívni a nyilvánosságot, hogy nagyon erőseket mond, hanem én egyébként is a médiatérbe a munkám által erre vagyok a legbüszkébb, nagyon sokat szerepelek. Szóval arra úgy talán azt lehet mondani, hogy közkedvelt művészre ilyenfajta féle gyűlölethullám, ami jött rám, azért ez szerintem mondjuk elég példanélküli. Idáig egyrészt nem merészkedik szerintem egy művészember, vagy ritkán, ennyire hosszan nem megy bele mondjuk közügyekbe, és mondjuk az a fajta féle limit, amit én most itt megkaptam negatív irányba, azért az nem annyira jellemző. Tehát, hogy szerintem azért ezen szokott fék lenni, ezen a kocsin. Most, mivel én ennyire karakán módon szerintem kiálltam, és ugyanazt mondom egyébként, mint a legelső tanártüntetésnél, ezért olyan volt, mint hogyha megkapták volna a kilövési engedélyt. Azért ezt megélni egyébként művészként érdekes tapasztalás ebbe az országban, hogy meg lehet ezt a hangnemet velem ütni, de talán én elsőként kaptam szerintem ilyen súlyos és ilyen hosszantartó negatív sajtót, de én azt éreztem, hogy na, hát ezt is megtapasztaltam, és egyébként nem olvasok el mindent, tehát azért minden reggel nem úgy telik. Két gyerekemnek tápszert csinálnak, ez egy kicsit fontosabb. Hát az nyilván fontosabb, meg nem kell elolvasni, talán ez a része könnyebb, de hát azért látjuk, hogy a film is, egyre inkább a színház is ugyanabba a kézbe kerül. Nyilván egy szereposztásnál akadnak olyan direktorok vagy rendezők, akik azt mondják, hogy gondolkozzunk másba. Hát az új színházban is vannak nagyszerű művészek. Igen. Talán egyébként a színházi szakma milyen szempontból, tehát avval még a színházban még nem találkoztam, hogy akkor ezt felejtsük el. Meg azért mégiscsak van egy magánszegmens, tehát ami magánszínháznak lehet nevezni. Valahogy ott nem ennyire direkt szerintem a párt direktíva, a filmben nagyon. De hát én ezt egy másik interjúmban is mondtam, hogy ezt én már pontosan tudom 4-5 éve, hogy nekem itt nem nő babér, de hát amíg én mondjuk egy Király című sorozatot le tudok tenni az asztalra az RTL Klubnál, addig engem ez a veszély úgymond művészileg nem fenyeget. Ez a B-verzióm az életre. Jó lenne, hogyha ebben az országban nem erre kéne gondoljak, de azért a túlélési technikáim azok pallérozódnak ezáltal. Ráadásul amilyen filmek mostanában készülnek, nem is biztos, hogy mindegyikből nagyon nagy öröm szerepel. Hát ez meg igen, tehát ez meg másik, hogy azért nagyon kevés olyan dolgot tudnék mondani a magyar filmpalettáról, amiben szeretném viszont látni a nevemet, hogy de kár, hogy én ebben nem voltam. Hát ez 0 és mondjuk 2 között valahol van, de ezt most nem akarom, mert ebben kollégáim dolgoznak, nem szeretem figymálni, mert mindenki gyerekének enni ad, meg lehet, hogy nincsen választási lehetősége, nem ítélem én ezt el, de hát azért, hogyha máshol, tehát nem értékrendszerekben vagyunk, és nem művészileg akarunk megfelelni, hanem politikailag fölfelé, az szétroncsolja a magyar filmet. Ez volt egyébként nagyon érdekes valahogy a szocializmusban, hogy ez miközben a politikát szolgálta minden másodpercben, vagy valahogy a kultúrpolitika és a kultúrelképzelés valahogy mégis tudott úgy egyensúlyozni, hogy tulajdonképpen az egyik legtermékenyebb időszaka volt a magyar filmnek. Ez számomra mindig elképesztő, amikor kinyitok valami régi magyar filmet, legutóbb Máté Gábor udvaros Dorottya főszereplésével láttam, nem a Szívzűr volt, nem itt a Szívzűr nagyon jó, azt nagyon szerettem. De nem, valamit adott a tévé, és úgy rácsodálkoztam, az összes, mekkora nagy ágyuk és mekkora színészek voltak benne, és milyen érdekes, hogy olyanok is voltak, akik mondjuk szavaltak 56-ba, és ott voltak jó, ezekben a 80-as évek, de hogy mondjuk igen, a magyar film volt, a magyar film azért sokkal kritikusabb volt mondjuk a 60-as, 70-es, 80-as években, mint lehetett a sajtó, a tévé, rádió, mint igen, valahogy beszél, azért sok minden elhangozható. Tényleg valahogy a szerepek azok valahogy elvoltak, és arról nem beszélve, hogy de talán szerintem tényleg ez a legfontosabb, hogy azért mégiscsak az dönt el, hogy van valami elképesztő ízlés és tájékozottság művészileg mondjuk egy vezetőben, aki mondjuk egy Jancsó Miklóst hagy alkotni, és akkor, vagy a Sárát, vagy nem tudom, most mehetnék végig. Szóval, hogy elképesztő az, hogy azért mégis a végén az ízlés dönt el szinte mindent, és hogyha ott elől egy olyan ember van, akinek van ízlése, akkor az virágba borul, még akkor is, hogyha van egy ilyen soft diktatúra, vagy nevezzük demokráciának, és mégis akkor döglődés van. És lehet, hogyha nem egy ember ízlése dönt, akkor az még jobb. Említetted, hogy filmek, és hogy hát a kollégáid miért vállalnak el bizonyos szerepeket. Most valami... Én nem tudom, miért vállalnak el egyébként, ezt őket kell megkérdezni. Világos, de nem, mondom, élni akar, meg alkotni akar valahogy mindenki, szóval tehát én nem... Csak hogy mennyire számít, hogy miben, és hogyha egy példát mondhatok neked, ami persze minden példa, csak példa és egy más történet, Páger Antalról írok most valamit, aki a 30-as években, hát nagyon-nagyon-nagyon kínos filmekben szerepelt. Azt a kortársai egy jó része is nagyon-nagyon kínos filmnek gondolta, ráadásul mondjuk még Páger a 40-es években írásba is adta, hogy ő nagyon egyetért azokkal a figurákkal, azokkal a szerepekkel, amiket ott játszik, de mondjuk ha ettől eltekintünk, később, amikor a 60-as, 70-es, 80-as években megkérdezték tőle, akkor azt mondta, hogy hát egy szerep, hát Hamlet atyának gyilkosáról sem gondoljuk azt, hogy civilben egy gyilkos. És ebbe azért van igazság. Hát olyan filmbe tud játszani, amilyenben van, ráadásul mondjuk ő 1 millió filmbe játszott, ami tök lényegtelen volt politikai szempontból. De hogy van egy határ, egy színésznek, hogy hol egy határ, vagy te mit gondolsz, hol egy határ, hogy mi az a szerep, amit már akkor se játszol el, hogyha tudod azt, hogy hát igen, enni kell adni a gyerekeknek, meg szóval meg tudjuk magunknak magyarázni, de ezt már nem játsszuk el, pedig te egy színész vagy, és egy szerepet játszol, és attól, hogy király vagy királyt játszol, nem leszel király, és a koldus nem leszel koldus, persze. Igen. Hiszen erre valaki még megjegyzést is tett, akinek a nevét nem mondjuk ki ebben a stúdióban, hogy igen, én biztos azt gondolom, nekem a király, mindegy, hogy milyen király. Én nem akarok itt ex-katedra kijelenteni dolgokat, és mindenkinek a belső órája, belső lelkiismeretére van ez bízva. Én azt gondolom, hogy van egy határ. Van egy, vagy történelmi hamisításban nem, vagy úgy, hogy úgy ábrázolok valakit, hogy az nagyon kínos lehet esetleg, és az igazságot mellőzi, vagy elferdíti. Aha, talán olyanokban, amiben elferdítik a valóságot. És nem olyan szeméről, akinek relativizálni lehet azt, hogy éppen a ügyködése az most jó, vagy rossz volt, vagy ez megítélés kérdése, vagy világnézet kérdése, hanem amikor valóságot elferdítik a politikai célok érdekében, és legyen ez bármilyen történelmi messzeségben, vagy közelségben, vagy annyira gagyarák valami, annyira vállalhatatlan forgatókönyv színvonalulag, akkor én magam nem játszanék benne. Ha egyébként hagynák, hogy dolgozok magyar filmbe, akkor se. Jó, hát ez a maga módján lehet igaz színházra is, meg tévéfilmre is. Azért nem? Szerintem az, hogy ki hogy vigyáz a saját színvonalára egyéb az országban, az nagyon-nagyon, tehát hiszen Páger Antalról írsz könyvet, akkor tényleg, talán nem, de cikkeket, szóval, hogy azért ez egy nagyon hepe-hupa itt. Itt ezekbe a állandóan, szóval valahogy művészként olyan, tehát soha nem tudunk hátradőlni, megnyugodni, szóval hogy állandóan ki van rakva kultúrpolitika, valami olyan, mint egy állandóan ilyen viharvert ilyen partszakasz, ahol mindig okosba kell lenni, és mindig változik a szélirány, nem lehet szépen megnyugodva dolgozni, és tényleg az valódi művészi dolgokra koncentrálni, mindig az, hogy éppen miből élünk meg, ki ad rá pénzt, ki nem, ha velünk van, az a baj, ha nincs velünk, az a baj, szóval azért na, iszonyú hányattatott egyébként a rendszerváltás utáni magyar kultúrélet. Tehát, hogy én azért nem nagyon emlékszem arra, hogy ilyen fú, de hátra lehetett dőlni, és akkor most itt lehet szépen dolgozni egy irányba, vagy több irányba, de most nem úgy értve, hogy van egy, hogy a kulturális befektetői környezet, az sose volt annyira barátságos. Szóval, hogy, és én ezt onnan mondom, hogy hányszor hallgattam még a Zsámbéki Gábort, amikor évadnyitó volt, vagy a Máté Gábort. Tehát, hogy itt mindig fél szemmel nézni kell, hogy a döntéshozók éppen hogy kelnek fel. Azért nagyon nehéz egyébként ebben szerintem alkotni felhőtlenül. És tiszta kézzel egyébként lehet, hogy egyszer majd úgy tekintünk erre vissza, mert a művészetnek azért tényleg ez a teher alatt nő a pálma, meg így is, meg úgy is, meg amúgy is meg kell tudni majd oldani. Ez lehet, hogy újfajta alkotói energiákat generál, de alapvetően azt tudom mondani, hogy rohadt fárasztó. Főleg vezetői szinten biztos. Szóval ez a fajta féle politikai kitettség a kultúrának szerintem ez nagyon hervasztó. Ez az igazán hervasztó. De részben nem azért van így, mert hogy a színház, hát az irodalom és a film is Kelet-Európában vagy Magyarországon is hát többet jelent, mint egy művészi teljesítmény. Politikai áthallása van, politikai igen. Állásfoglalás. Ugye a Katona József színház történetében hány olyan darab van, mondjuk a Spiró darabjától kezdve, vagy... Hát egy háromművér is olyan tudott lenni az orosz csapatok kivonulásával. Igen. Ami mást is jelenthet el, tehát az imposztor előadása, ugye az X-ekből hát, hogy üzen, igen, volt, vagy a csirkefej előadása, hogy most csak ilyen régi és klasszikus példákat mondjak, ami nyilván nem azért volt fontos a hatalomnak, mert ilyen vagy olyan esztétikai értéket képviselt, hanem mert hú, mit fognak az emberek gondolni, és lehet, hogy még ha ma kevésbé is, de ma is azt gondolják, hogy fontos, hogy nem tudom, a Katona József nézőre 300-400 ember befér? Nem tudom. Igen, 474. 470. Tehát, hogy alig 500 ember előtt mit mondanak, de mégis fontos. Mégis igen, fontos. Mert azon szocializálódtak, hogy nem mindegy, hogy mit mondanak, mégis egyébként. Nem mindegy. Úgy látszik, nem mindegy. Szerintem ennek van egy tradíciója tényleg, hogy lehet, hogy a politika úgy tekint arra, mint hogy egy ilyen, az ott forrongani tud, ott el tudnak indulni változások, hiszen valószínű, hiszen a Fidesz rengeteg tagja ült a Katonának a lépcsőjén, és tapasztalhat, hogy igen, ott divat volt oda járni, ott forrong a belvárosi értelmiség, ott eszmék cserélődnek, ott esetlegesen olyan gondolatokkal és gondolatrendszerekkel lehet találkozni, ami máshol nem, és lehet, hogy egyébként ez a későbbiekben az ember úgy gondol erre, hogy na, ott az tud egy ilyen fészek lenni, és akkor így mondják ezeket utána így ilyen stigmatizálni, hogy na, ott azok, ahogy úgy gondolkodnak, abból mindig baj lesz. Szerintem ma már egyébként egyáltalán nincs olyan súlya. Tehát azt gondolom, lehet, hogy ez most rosszul hangzik, tehát hogy a színháznak a jelentősége szerintem itt a rendszerváltás idején 10-szer nagyobb volt. Tehát, hogy azóta azért ezek a, hogy úgy mondjam, gondolkodói terek, ezek átkerültek egyéb médiafelületekre a színházban, és nem is azért, mert úgy szórakozni, kikapcsolódni válnak az emberek, hanem egyszerűen olyannyira telítődtünk azokon a platformokon, ahol tudunk találkozni egymással, hogy szerintem elveszítették az ilyen típusú jelentőségüket, esetlegesen az áthallásukat, inkább már csak arról van szó, hogy az embernek van egyfajta művészi ízlése, amivel direktbe fogalmazni nem szeret, mert nem elegáns, meg olyan túl direktnek lenni politikailag színházban, szerintem mindig visszás, mert hirtelen a realitás talaján úgy koppan egyet az ember, és hogy hirtelen ugye a mába helyezkedik, tehát ebből az álomvilágból, vagy ebből a fajtaféle utazásból, amiben van bármilyen fajta értelemben, hirtelen úgy esik ki, hogy egyszerűen nem tudom, az olyan kiábrándító. Én nem szerettem a direkt politizálást. Mindig én is azon szocializálódtam, hogy üzennek, dekódolok, fú de jó, értjük egymást. De ennek a jelentősége szerintem meglehetősen gyenge már, ma már, úgy érzem én, vagy úgy tapasztalom, hogy nem ez a fontos benne, de mégis valahogy tényleg ebben a közép-kelet-európai régióban a politika azért szemmel tartja. És hát mi nekünk akkor sem volt jó, amikor, hogy úgy mondjam, a Katonában, én már nem vagyok ugyan tag, de végignéztem azt a szenvedést, hiszen 25 éve vagyok ott, hogy állandóan, na most kapunk, na most megint lekapcsoljuk a villanyt, megint kevesebb. Olyan nem hangzott el, hogy na most gyerekek, szuper, kaptunk kétszer annyi pénzt előre, vegyünk még előre 3 klasszikus, már olyan jó lenne, mert most van. Ez sosincs. Tehát, hogy miközben belekontárkodik, beledumál mindig, állandóan irányítja, állandóan ellehetetleníti, akkor most csak a Vidnyánszky kap, azoknak meg úgy ne. Szóval, hogy állandóan így kavarják, hogy álljanak, érted, ezek a kultúrvonalak. Közben azért mindenki azon igyekezett, hogy ez olyan sok pénzben ne kerüljön, és minden egyre kevesebb pénze legyen mondjuk a színházi életnek, és hát most itt elértünk ugye az aljára, és hát a teljes kivéreztetés, tulajdonképpen kivégzése a magyar alternatív szakmának meg is történik, és akkor majd visszatérünk tényleg a Halász Péternek, érted, a szobaszínházaihoz, nem tudom mi lesz. Lehet, hogy ennek később lesz valami pozitív hozadéka. Jelenleg ránézni erre a kis jövőképre, erre szerint elképesztő kiábrándító. Hát úgyhogy egy kultúrnemzet vagyunk, és nem, az Emma Thompson lenyilatkozza, hogy milyen elképesztő a budapesti színház élet, és tényleg nem tudsz máshol a világon kinyitni, Prágába se, úgy egy ilyen színházi műsort, vagy belenézni, hogy úristen, ilyen kínálat van. Tehát amit én nem tudom, olyan 20 éve nyilatkozom, hogy ez hungarikum. Na, a magyar színház élet hungarikum. Azt ahol lehet öntözgetni kéne, nem pedig ellehetetleníteni kultúrpolitikai elképzelések alapján. Hát ez egy nagy kérdés, hogy rá lehet erőltetni olyan darabokat, olyan szerzőket a színházakra, amelyek mondjuk valami vélt kultúrpolitikai igénynek megfelelnek. Még az is lehet, hogy bemegy rá valamiféle közönség, vagy legalábbis az iskolásokat ki lehet rá vezényelni. Na de és akkor mi van? Meg ez tudod, és... ez kicsit úgy kéne. Hát nem tudom, hogy ezt érti-e bárki, de hogy úgy kéne ebben bánni, mint startupokkal. Tehát, hogy amikor azt mondom, tehát, hogy az innováció, tehát, hogy ott ezek a szemétládák, hogy biztos ellenünk izzítanak, és mindenfajta csúnyaságot akarnak mondani a jobb oldalról. Egyáltalán nem ez történik. Nagy részben nem politizáló színházakról van szó a függetleneknél, de ez olyan, mint egy kísérleti laboratórium, onnan nagyon sok mindenki tud jönni. Onnan nagyon sokfajta olyan érték generálódik, amit aztán később átvéve nagyon nagyobb teátrumok, nagyobb művészeti platformok örömmel tudnak hasznosítani. Szóval ez egy ilyen úgy kéne rájuk tekinteni tényleg, mint ahogy nevezik inkubátorháznak magukat. Tehát, hogy ott olyan dolgok is labdába rúgnak, ahol soha máshol, esetleg piaci alapon nem. És ez az igazi kultúrküldetés, hogy azokat is tartani, életben tartani, akik nem tudnak rögtön, mondjuk érted, egy vígszínháznak a színpadán step-upolni, viszont valami nagyon érdekeset csinálnak, ami meg tudja későbbiekben termékenyíteni a nagy teátrumokat. Szóval, hogy így kéne erre tekinteni, és ez a normális, és szerintem mondjuk egy másfajta kultúrában, mondjuk gondolok itt Németországra, szerintem ez nagyjából így zajlik. Értem én, hogy állandóan vágni akarnak a költségvetésen, meg túl sok intézmény van, hallom ilyen okos emberek szájából. Lehet, hogy túl sok intézmény van, de valami olyan van a kezünkben, egy olyan fajtaféle varázsgolyó, ami más országok nem rendelkeznek vele. Nálunk ez valahogy itt kialakult. Ez a pesti színházi élet, és erre tényleg vigyázni kéne, mint egy az aranyórára. Nekem van egy elméletem, amit persze csak egy elmélet, hogy nem azért kell tönkretenni ezeket a színházakat és színházi kezdeményezéseket, mert attól tart bárki is, hogy számítani, amit ott mondanak, hanem mert van egy olyan, hát többé-kevésbé tehetségtelen, ám de politikailag támogató holdudvar, aki erről el kell takarítani a konkurenciát. Tehát, hogy ma azt érezze, hogy ő rá csak fanyalognak, a másikat meg szeretik, akkor azt inkább tönkre kell tenni, irodalomban is, filmben is, színházban is. Ne kelljen akkor a tükörben nézni, ja. Igen, lehet, akkor egyszerűbb ez a verzió, az eltörlés kultúrája. Aj. Nem tudok ebben mit kezdeni, most nem akarok mélységbe belemenni, hogy hol, hány helyen van ez elrontva, meg hogy bizonyos emberek honnan indultak Beregszázból, és minek számítottak akkoriban, amikor én néztem őket. Hát egy hősi estet volt. Egy hősi estet, és tényleg egy kb. Egy pajtába a szegény színház. Tehát kb. Ugyanonnan indultak, ahol most alternatívok vannak. Ahova visszatolják ők. Igen. Igen. Tehát azért is számomra ez egy nagyon furcsa dolog. Mert ha valaki tudja, hogy ez mi, valaki tudja, milyen nehezen indulni, nehezen csinálni, de hinni abban, hogy ezt lehet, hogy még kevesen látják, de ez, ha egyszer majd szárba szökken, akkor úristen, hova lehet ebben majd eljutni. Tehát az a művészi mély hit, amivel emberek érted deszkára állnak, amikor még nem ismerik őket annyian, és még nincs se pénz, se paripa, se fegyver, csak a színház iránti elkötelezett alázat. Ha valaki tudja, hogy ez mi, az a Vidnyánszky. És ő így kezdte. Na most pont azokat nullára tenni, szépen lassan, mert most lehet itt írni leveleket ilyenkor már, nem tudom, első után köpenyek, vagy hát nevezzük, ja, persze, hát mintha nem tudtuk volna, hogy eddig mi zajlik. Szóval, hogy az, számomra egyébként ez a lelki vetülete az, ami számomra szinte feldolgozhatatlan, hogy ő az, aki ezt a legjobban ismeri, hogy milyen ott lenni abban a skatujában, és felérve a magaslóra ilyet tenni, nem szép. Van az a rablóból lesz a legjobb pandúrmondás, lehet, hogy mutátész után visz az ide is. Nem tudom, és én mindig azért próbálok lelki vetületeket megfogalmazni, mert művész vagyok, tehát, hogy én mindig keresem, és mindig egyébként az utolsó 100 másodpercig hiszem, hogy maradt valami pici jó. Valahogy ebben már mindig hinni akarok az emberbe, hogy egyszer csak valaki ott kopogtat belül, és akkor szól, hogy figyelj, te is ugyanonnan jöttél, mit csinálsz? Hát a színdarabokban van ilyen talán az életben, lehet, hogy ritkábban. Igen, de mi színdarabokkal dolgozunk, és mindig meglepődök, amikor a színdarabok a színészekre vagy a rendezőkre nem hatnak vissza. Mindig meglepődök. Igen, ez rá, mert lehet, hogy túlzottan hatnak a színdarabok egyébként. Erre jöttem rá, hogy valószínű én hiszek azokba a hősi dolgokba, meg azokba a magasztos dolgokba, amiket eljátszottam az elmúlt 25 évben, és lehet, hogy ezért nem félek ilyenkor az igazságért kiállni. Azt hiszem, ha valami pici zárványt meg kell fogalmazni magamról, akkor ez. Én elhittem, amiket játszottam. Ja, honnan, mint közéleti szerepvállalót sokan megismertek, hogy találkoztak veled, az a tanítanék mozgalomnak és Noárnak a tüntetései. Hát egyébként első voltam, akit megkértek, hogy nem akarunk elmondani valamit. Én meg azt éreztem, hogy tényleg 4 éven én vagyok a tanára bácsi a tévéből. Hát csak kiállok már melléjük. Tehát, hogy szerintem kutyakötelességemnek éreztem, hogy én abban az imidzsben vagyok, hogy én vagyok a úgymond a kb. Az eszenciája annak, ami mondjuk a magyar oktatásban van, mert erről csinálunk mi egy fikciós filmet, és nem mint természetesen nem a magyar oktatási rendszer az nem úgy néz ki, hogy mi azt a tanárban. De azért lelkületében, hogy milyen a jó tanár, milyen az, aki megtesz mindent, egyfajta kicsit néha idealizált, néha rosszabb, mint egyébként általában az életben, úgy általában a tanárok meg lazább dolgokat csinál, de hogy egy mindenki által vágyott tanárkarakter után félrenézni, és hát mintha mi se történt volna, rám ez semmilyen hatással nem volt. Jó, hát én csak mindig ez jut eszembe, én csak egy színész vagyok. Ez nem lehet mondogatni, pláne, hogyha ilyen hatással volt fiatal generációkra az a sorozat, és sikeresnek, és 4 évadot ment, akkor én ezt egy gyávaságnak éltem volna meg, hogyha nem állok oda, és nem veszem védelmem alá a tanárokat. Arról nem beszélve, hogy 3 gyerek apja vagyok, és arról nem beszélve, hogy néha szerintem a művészek messzebb látnak, mint az átlag polgári lakosság, és többek között valami sorsközösséget is éreztem azáltal, hogy veszik el a levegőt, és hogy annak egyszer csak megállt kell parancsolni valahogy. Azt nem tudom, hogy a művészek messzebbre látnak-e, bár nem lenne baj, de ehhez képest relatíve kevés kollégád. Talán a fantáziánk miatt. Mégis kevés kollégád van, aki vállalja azt, hogy kiáll, pedig el tudom képzelni, hogy azért elég sokan gondolják hasonlóan, mint te. Szerintem nagyon sokan gondolják hasonlónak. Azért kb. 90%-ban hasonlónak gondolják. Hát ezt nem tudom, de onnan is tudhatnám, hiszen nem mondja el. Nem tudom, hogy a konfliktusban való részvétel, vagy annak a speciális módon való kezelése, vagy bírása, az egy ilyen született dolog, egy állam, vagy nyilván a szülői példák azért ott vannak. Egy ilyen igazságvajnoka voltál fiatalabb éveidben is? Képzeld, most találkoztam, én már elfelejtettem, de most mondta az irodalom tanárnénim, akit imádok, az Újvári Csilla néni, hogy nem emlékszel, amikor lejöttél harmadikban, és patáliáztál, hogy ez mennyire igazságtalanság, hogy neki jár, neked nem jár, vagy neked jár, és neki akkor miért nem jár. Valahogy azt hiszem, ilyen voltam. Ez valahogy a sport által, minket olyan tisztán emeltek a sportba bele. És ott a sportolói eszmény az a tiszta sport, a fair play, az nincs olyan nagyon messze a lovageszménytől. De tényleg, szóval nem csinálunk, nem nyerünk úgy, nem nyerhetünk úgy, és nem hagyhatunk, ha csapat vagyunk, és mi mindig csapat voltunk, mert atlétika csapat voltunk, akkor az utolsónak is be kell érni, és akkor vagyunk meg, amikor beért az utolsó. És az is nagyon fontos, hogy az utolsó mikor ért be. És ugyanúgy üvöltünk mellett, és ugyanúgy szurkolunk, és mondom, olyan tiszta sportmentált kaptam én a Klárinitől, meg a Gyuszi bácsitól, hogy egyébként ez az, ami engem azt hiszem áthat. Mert hogyha egy gyerekbe ezt időbe belenevelik, és én sporttagozatos voltam, és minden reggel 6 órakor, amikor kelsz, és 7-kor már ott vagy a futószönyegen, akkor ha minden nap ebben vagy átítatva, akkor ha jönnek szembe a világnak a különböző szabálytalanságai, meg igazságtalanságai, meg majd okosban, meg most jó, fontosabb már az ő gyerekeme, akkor ezt olyan rosszul bírod. Mert tisztességre nevel a sport. Ahol engem neveltek, ott tisztességre nevelés, ott nem az volt a fontos, hogy kinek az apukája, ki milyen mezeket vett, ki milyen buszt bérel, hogy az ő gyereke játszon, hanem csak és kizárólag az, hogy ki hogy áll hozzá. És az is nagyon fontos volt, hogy kinek mennyit adtak a jóistenek, és ahhoz képest mennyire akar. Szóval nem tudom, hogy nagyon tiszta szabályrendszert kaptam, és valahogy, amikor szembe jönnek ezek a dolgok, hogy nem úgy működik, akkor valahogy azt hiszem, igen, ez gyerekkorban eldől, hogy mit írnak az alaplapra, a Winchesterre. És azóta én akkor valahogy egy idő után így elkezdek fészkelődni, azt érzem, hogy ez nem jó, ez így, mert ez valahogy ez tisztességtelen. És lehet, hogy ezért vagyok hangosabb, mint mások. Valahogy nem vagyok hajlandó félni kockacukor. Igen, mindig ez jut eszembe. Hogy? Bocsánat. Ez a Lovasi András, hogy van a... Megunta félni kockacukor, igen, és akkor ez a megunta félni kockacukor, ez valahogy nem tudom, valahogy olyan érdekes módon beégett az én agyamba, hogy ne kelljen már itt félni. Értem, hogy ennyi mindent kap az ember a fejéhez, meg dobálják, de valahogy én mégiscsak kicsit tényleg elhittem a tanár karakteremet, és tényleg azt gondolom, hogy én a generációknak példát mutatok. Nyilván, ha te egyedül vagy, nagyon kevesen, mert nem egyedül, mert mondjuk Molnár Áront hoztuk az előbb, szóval meg nyilván még azért jó pár kollégádat. Vildusz Dorka, igen, vannak ez állandó megszólalók. Jó pár kollégádat tudjuk mondani azért, de hogyha csak mondjuk relatíve kevesen vagytok, akkor nyilván egyre-egyre sok bántás juthat, hogyha mondjuk, de ugyanez a tanároknál, újságíráknál, és nem tudom, hol így van, ha a tanárok 5%-a sztrájkoló, vagy 10, vagy ezért, akkor azokat el lehet intézni. Hogyha hát 80%-a, akkor nem, hogyha csak a fele sztrájkol, mint Romániában, már el lehet érni valamit, hogyha nagyon sok olyan ember, akire sokan figyelnek, és a színészek nyilván ilyen, azt mondják, hogy akkor azért nem lehet a kormánypropaganda sajtót teletömni az ő gyalázásukkal, mert akkor már nem fér bele. Hát a 14 helyre kell lőni, akkor a kicsit gyanús. Nem? Igen. Igen, én ezért szoktam sarkalni kis kollégáimat arra, hogy gyere mellém, jó lenne. Egyébként nem sarkalom és nem agitálok, mert méltóságon alulnak tartom. Tehát, hogy kopogtatni, hogy mi nem védtél meg? Ennél azért nagyobb fiú vagyok, meg bátrabb, hogy én oltalomra szoruljak. De nem oltalom, ez a szolidaritás, ami szerintem nagyon fontos. Igen, jobb lenne, hogyha a merítés az kiszámíthatatlanul nagy körből jönne. Az nagyon jó lenne, és egyébként akár a adott esetben a média világából. Tehát, hogy egy kicsit azért több kurázsa kéne, én egyetértek, de nem nyomom a csengőt minden nap, hogy miért nem jöttök, Majd jön, aki jön, lehet, hogy a változások ilyenek, lehet, hogy az ilyen lassúsággal zajlik ebbe az országban, hiszen minden anyja, a öntudat meg az önbecsülés az olyan lassan születik meg az emberekben. Lehet, hogy én is egyébként abban reménykedtem, hogy sokkal több felé tud a szitokszó szétáramlani, hogyha még mellém állnak 12-en. Ez a legelső, amikor gyalázták a színházamat a parlament közepén, és én ezt szóvá tettem a Kocsis Máténak, már ott lemértem, hogy ez nem így van. Ez valahogy nem szeretnek célpontok lenni az emberek. Én is nyilvánvalóan a hirtelenségem is a nagy-nagy túlfűtött igazságérzetem által, vagy azért, mert politikailag nem számoltam, hogy úristen, ebből mi lesz, hanem csak azt éreztem, hogy az anyaszínházamat gyalázzák a parlament közepén, és azt mondják rá, hogy zaklató színház, és én ezt már pedig biztos, hogy nem fogom hagyni. Ezáltal kerültem egy ilyen célkeresztbe, aztán szépen ezt a célkeresztet az ember megszokja. Nem tudom, mikor jönnek a többiek. És abban is van valami érdekesség, hogy megszokják, hogy rajtad verik el a port egy kicsit. Tehát, hogy ezt te úgyis majd mondod. És akkor így mondjuk volt egy ilyen kollégám, akit egyébként nagyon bátor embernek tartottam régen, ma már nem tartom bátor embernek, aki mondta, hogy de hát Ervin, ha te mindig mész, akkor miért csodálkozol? Akkor csalódtam benne igazán. Szóval, hogy azért, mert én csinálom, az nem azt jelenti, hogy másnak nem lenne dolga, szerintem. Nagy Ervin színész a vendégünk. Szintén még egy elméletemben, ha előállhatok, aztán csak a lapos föld. Nagyon sok elméleted van. Rengeteg elmélettel vagyok tele, hogy nagyon sokan azt mondják, azért nem tesznek semmit, mert lusták, nem akarják ványolni a kényelmetlenséget, de sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy hát félek. Mert azt mondom, hogy én kérem, lusta vagyok, az olyan kínos, de hát félek, hát nézd körül, mi van ebbe a rendszerbe, hát nekem enni kell adnom a családomnak, ott vannak a gyerekeim, be kell fizetni a cseket, hát megértheted, hogy én nem, és ez sokkal kényelmesebb megoldás. Ezt lehetővé, és ez messze nem csak a színészekre szól, hanem tényleg minden más társadalmi csoportra, amelyik hagyja, hogy ledarálják. Hát ebből a kis magyar történelemben rengeteg példa van, hogy ez milyen rosszul zárul, vagy záródik, hogyha valahogy ezt a civil kurázsit, ez szerintem tényleg az élet minden területén, és itt a tanárok részéről én nagyon, tehát én szoktam mondani, hogy nem bemenni tanítani, én nem tudok. Tehát, hogy azért ez azért kell, mert nem olyan, tehát a politika az tényleg olyan, mint egy elszemtelenedett gyerek szerintem. Tehát, hogy addig megy, érted, amíg azt érzi, hogy na, akkor még egy, és ennek nincs egy ilyen belső fékrendszere. Nincs benne vészfék szerintem a politikában, és ez a magyar történelemben azért már nagyon sokszor megismétlődött, hogyha a civil önérzet, öntudat nem jelzi be az élet apró területeire, amit le tudnak úgymond szondázni, meg szoktak is, akkor tényleg bármeddig. És annak már volt néhány nagyon rossz kicsengése, és ezt nem, tehát hogy mindig mondják, ez nem diktatúra, tényleg itt beszélek, és ezt hallják emberek. Tehát ilyen szempontból tényleg nem diktatúra. Csak egy olyan szegmensbe tartja az embereket, amiből egy idő után nem lehet ellépni, vagy nem lehet változni, mert pedig szerintem a demokrácia az a szép, hogy azért úgy változnak a dolgok, és lehet rajta változtatni, és ha be van fagyva, akkor már nem lehet szerintem nagyon demokráciának hívni. Talán a mobilitása az, a társadalmi mobilitás, ami demokráciának hívja aztán azt a rendszert. Ha ez egy ilyen beállt, becsontosodott és mozgásképtelen valami, az már nem az. Úgyhogy én csak a pici, apró kiállást önmagunkért azt szeretném, hogyha az emberek ezt fölfognák, hogy ez nem csak a tanároké, ez már minden munkahelyen. Tehát ez a valódi nemzeti önérzet, szerintem ez az. Én azt gondolom, hogy ez nemzeti önérzet, hogy apró, pici mini konfliktusokba kiállunk önmagunkért, amikor rossz irányba mennek a dolgok, de nem akarok ilyen hú de okos lenni. Szóval te más társadalmi kérdésekben is hogy is mondjam, véleményhöz, vagy közreműködsz, mint Bódis Krisztának van ez a fantasztikus munkája. Figyelj, én egyébként olyan nagyon sok mindenben ezt pont így a Telexen is elmondtam, hogy azért én a Minden Tudás Egyetemében nem akarok járni, meg politikai ambíció milyen szempontból nincsenek, hogy teljes lefedettségben dolgozok az egész magyar élettel kapcsolatos mindenről. A politikával is kéne néhány tanács. Na majd mindjárt mondtam. Véletlen tisztában vagyok egyébként velem, mert az öcsém geofizikus. De nem akar. Egyébként minden érdekel, tehát hogy tényleg minden érdekel. Engem marhára érdekel, hogy Paks 2-ben van elég hűtővíz. Tehát, hogy lesz elég. És a Dunának az állandó hőmérséklete az majd ezt megengedi. Engem ez tényleg érdekel. Nem érdekel az energia. A politika része nem érdekel, de a tudomány része nagyon érdekel. De tényleg a kultúra és tulajdonképpen a tanárok dolga ez, hogy kb. Így valahogy így olyan védőszenté váltam, és mindig ott vagyok, és mindig próbálom beléjük a lelket szuszakolni, hogy ezt ne hagyják, mert ennek nagyon rossz vége lesz 10 év múlva, nem csak az én gyerekeimnek, hanem másnak is. Nem 10, már szeptember 1-én hát rossz vége most, lehet, hogy rosszabb most lesz. Úgy, hogy ezek olyan folyamatok, amik tényleg sokkal később látszódnak. Ezért mondom azt, hogy lehet, hogy nekem van fantáziám hozzá, hogy el tudom képzelni, hogy mi fog történni 5 év múlva, vagy 10 év múlva, jobban esetleg, mint az átlag lakosságnak, de én mondjuk a kultúra, mondjuk legyen ez az oktatás, és mondjuk a szegénység az meg annyiban csípje a szemem, hogy azt gondolom, hogy nekem több van, akkor én már a Weiner Tibor körúton Dunaújvárosból is adtam a haverjaimnak, akinek kevesebb volt, és ez szintén gyerekkorból jön, hogy adjunk azoknak, akik ha nekünk egy kicsit több van, akkor milyen jó, ha más is jól lakik. És a Bódis Krisztályéknak most a feleségem is involválódott ebbe a dologba, ugye ők a szegregátumokban dolgoznak, és felzárkóztatnak nagyon okosan, nagyon szépen, átgondoltan gyerekeket a telepről behozva. Ez például Ózd. Például Ózdon voltam, ahol el akartam vinni azt az embert, de ugye ez tényleg, tehát ez ebben az ország, kicsit az igen, az annyira szívfacsaró az. Nyilván érzékeny vagyok, mint művész, és rám ez hatással van, ha emberek rosszul vannak, meg rosszul élnek, meg rossz nekik. Ez Szendrőn kezdődött el egyébként, ott ugye egy Kavajec András nevezetű csodálatos tanárbácsi van, és ő egy ottani alapítványi iskolánál dolgozik, és a sport által neveli a helyi ifjúságot szerintem fantasztikusan. Ez ezelőtt olyan 4-5 évvel vittem le nekik cipőt, mert megkérdeztem, mi nincs, vagy mit vihetek. Ökumenikusokkal is dolgozom nálam, ez egy, nem tudom, lehet, hogy én emígyen vagyok keresztény. Tehát, hogy, de tényleg nem olyan bonyolult ez. A kereszténység eredeti koncepciójába elég erőteljesen belefér. Egész erőteljesen belefér. A tektől kapott állami ingyenes juttatás a kereszténység, hanem lehet, hogy a rászorulók segítése. Igen, úgyhogy valójában nekem ez lett egy másik választott keresztem. Nincs több egyébként. A beszélgetést a Chicagóval kezdtük, de mit csinálsz még színészként a belátható időn belül? Lesz még neked munkád, Ervin? Hát így is elhangozhatod volna kérdés, de én ennél ezt pozitívra hangolnám így a végén. Figyelj, egyébként annyi mindent kell csinálják, meg tényleg aki volt ikres apuka, azt tudja, hogy ezt egyébként ez egy nagyon kemény munkahely is. Még akkor is a két tündérem van egyébként, de a picit beteg, akkor mind a kettő beteg. Szóval, hogy most pont ebben vagyunk benne, volt egy nagyon erős éjszakánk, hogy ami legközelebb így rám vár, az valószínűleg egy RTL-es streamingre fogunk dolgozni egy sorozatot. Egy... nem tudom, hogy elmondhatom-e, úgyhogy ezért inkább nem mondom, de minden nyomozós, mafiás történet, majd egyszer csak jön. Valószínűleg abban lesz egy nagyobb szerepem, amit meg kell tudni oldani. Addig meg elég, ha az életet meg tudom oldani magam körül a 3 gyerekemmel. Meg egy kis Chicagóval, Szegeden. Igen. Köszönöm szépen Nagy Ervin színművésznek, hogy itt volt. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Lantai Miklós, Simon Erika, és itt a stúdióban Bencsik Gyula, a szerkesztő, Korpás Krisztina, Dési Jánost hallották. A viszonthallásra! Reggeli gyors, nem marad le semmiről.